Hello, sziasz! Nézd meg, mi van nekem. Lecserélem. Oh, majd díszlet lesz. Díszlet. A telefon nem, de csak fóliát cserélem. Hello, szia! Talán még össze is fogta egyet a Thank you.
Köszönjük, Benken Olbert vagyok. Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki megjelent szombaton és a szabad napját áldozta. Túlórázik egy kicsit velünk ennek eseményen, amelyet most mindenhol közvetítenek az országban, de leginkább a Plát Ádám téren egy hatalmas lesz kivetítő is látszunk. Az országban egy időben rengeteg helyen van most tüntetés, illetve útlezárás, és én azt hiszem, mivel nagyon importáns a sor, először hallgassuk már meg, hogy Ajkától, Zalaegerszegig, hol vannak tüntetések, illetve külföldön. Győrben, Hajdudorogon, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Monoron, Nagykanizsán, Nyíregyházán, Orosházán, Salgótarjánban, Siófokon, Sopronban, Szekszárdon, Szigetváron, Szolnokon, Szombathelyen, Tamásiban, Tatabányán, Veszprémben, Zalaegerszegen, külföldön a következő helyszíneken, Stuttgartban, Dublinban, Londonban, Münchenben, Amsterdamban, Bernben, Bécsben, Oszlóban, Swanseaben és Berlinben.
van. És tegnap volt Komlón is, ezt ne felejtsük el, szomszédvárosban. És mi nagyon örülünk annak, hogy Szigetvár is becsatlakozott. Csak hogy így a közvetlen környezetünkről beszéljünk. Azért hívtuk most egybe ezt a nagygyűlést, mert mi nagygyűlésnek nevezzük, és szakszervezetek szerveztük most ezúttal, nem a pártok, mert hogy úgy érezzük, hogy most nagyon-nagyon a szakszervezeteknél pattog a labda. Ugyanis rengeteget mászkáltunk már az utcán. Nagyon sokszor voltunk kint, és nem hallották meg a hangunkat azok, akiknek meg kellett volna hallani. És most már eljutottunk odáig, hogy nem várhatunk tovább. Nem várhatunk tovább. Kénytelenek voltunk ezért, mi pedagógusok, akik hát ugye ilyen eléggé béketűrő fajta, szokták ránk mondani, hogy ilyen birka meg olyan, szerintem azért nem, de mi úgy gondoltuk, hogy ennek már vége, ezt nem lehet tovább csinálni, ezért kezdeményezte a PDS, hogy alakuljon meg az Országos Sztrájk Előkészítő és Demonstráció Szervező Bizottság, amely meg is alakult december végén. Ennek 15 szakszervezet, én a hallgatói szakszervezetet is ide veszem, mert nagy örömünkkel most már hallgatók, egyetemisták is csatlakoztak, tehát 15 szakszervezet és azon belül 3 konfederáció csatlakozott, ez körülbelül azt jelenti, hogy nagyjából 200 ezer munkavállaló tömörítő szervezet. A sztrájk előkészítő bizottságnak az az elsődleges feladata, hogy összehangolja a sztrájkköveteléseket. Ezek most már nagyon a vége felé tartanak, megvan ugye a szakszervezeteknek a 4 pontja, ez bizonyára mindenki látta a sajtóban, nem kell felolvasni, de itt a nyomtas te is példányokon el lehet olvasni, és ha valaki még nem kapott pécsi mutációt, kérem, hogy kérjen, mert direkt Pécsre készített a nyomtas te is külön újságot. Úgyhogy ezt mindenki tőlünk itt az aktivistáinktól kérje el. Tehát a szakszervezeti követeléseket megpróbáljuk úgy összehozni, hogy azok általános és ágazati követeléseket tartalmazzanak, mégpedig azért, mert az a következő lépés, hogy szervbizottságban ülünk le a kormánnyal, mert másképpen ő nem hajlandó. Egyedül a törvény erejénél fogva lehetséget csak őket leültetni, tárgyalni, ez a mi tapasztalatunk, mert eddig is leülhettek volna. Küldtünk nekik levelet. Semmi. Kimentünk az utcára. Semmi. Aztán ment még egy levél. Hát mi úgy gondoljuk, hogy tovább nem várunk, tehát most már sztrájkbizottságban kötelesek a sztrájk törvény ereje mentén tárgyalni, és erre a beadástól számítva 5 napon belül ki kell jelölniük a tárgyalópartnereket, és 7 napig kötelesek vagyunk egyeztetni. 7 napon belül figyelmeztető sztrájkot lehet már tartani 2 órásat, de utána következnek a rendes sztrájkok, ha nem lesz változás. És kérem, hogy ne ringassuk magunkat semmiféle nosztalgikus izében, nem lesz itt változás. Tehát itt nagy valószínűséggel csak a sztrájk fog áttörést hozni. Úgyhogy mi azért... Azért hívtuk egybe ezt a nagygyűlést, mert sajnos a sztrájk az egy olyan műfaj, amelyet nem lehet egyedül űzni. Én nagyon sokaknak az érdekében mentem már bíróságra, mentem mindenféle tárgyalásokra, egyeztetésekre, azokra el tudok menni egyedül, de sztrájkolni nem tudok egyedül a kollégáim nélkül, és ezzel így van a többi szakszervezet is. Tehát az lenne a kérésünk, hogy legyenek szívesek, megkeresni a munkahelyükön a létező szakszervezeteket, abba bele kellene lépni, még akkor is, hogyha elégedetlenek vele. Kérem, az elégedetlenek, azok válasszák meg a megfelelő embereket. Tessék leváltani az alkalmatlan vezetőket, és alkalmas vezetőket tessék a szakszervezetek élére állítani. Nem azt mondani, hogy elfordulunk tőle, mert egyedül nem érünk el semmit. Az égvilágon semmit. Csak összefogással érünk el, és itt pedig adott egy jogi lehetőség. Tessék azt Magyarországon is kihasználni. Itt a tőlem baloldalra van egy stand, ez a Mindenki Pécsért stand, és ott tetszenek találni belépési nyilatkozatokat. Megtalálják a most soron következő fórumnak az anyagát, ami 24-én lesz Pécsen. És találnak információt arról is, hogy hogyan kellene hétfőtől tovább segíteni a szakszervezetek munkáját. Itt lehet feliratkozni ugyanis arra az útlevélre,
lezárás sorozatra, amely Pécset 21-én indul. Mert hogyha beleállunk a sztrájkba, azt azért tudni kell, hogy ez nem olyan egyszerű dolog. Egyrészt azt meg kell szervezni területileg és országosan is. Akik abban részt vesznek, azoknak ki kell benne tartani, és őnekik nagyon nagy szükségük van a külső segítségre. Mik ezek a külső segítségek? Hát például azok, hogy megjelenünk minél többen tüntetéseken, illetve részt veszünk a félpályás lezárásokban, blokkádokban, és magunk is szervezünk ilyeneket. Én azt szeretném kérni, hogy ebben legyen elő, járjon elő Pécs, mint ahogy mindenben eddig, azért azt hiszem, civil mozgalmakban elég rendesen előjártunk, és tényleg próbáljuk magunkat oda tenni, különben nem jutunk semmire. Az lenne még a kérésem, hogy hallgassátok meg azokat a sztrájk követeléseket, amelyek már a kormány előtt vannak. Ezek a PDS-nek azok a sztrájk követelései, amelyet a PDS önállóan már beadott, ezzel is sarkalva a többi szakszervezetet arra, hogy ugyanezt tegyék meg. Általános követelések. Vonják vissza a rabszolgatörvényt. Legyen egyeztetés a munkatörvénykönyvének munkavállaló barát módosítása érdekében. Kettes. Rendezzék a közalkalmazotti bértáblát. Biztosítson valódi erőmenetelt a közalkalmazottak számára. Nem minimálbérért és ne garantált bérminimumért dolgozzon a diplomás ember is. Mert azt tudni kell, hogy a közalkalmazotti bértábla gyakorlatilag ma Magyarországon megszűnt. 2008 óta nem emelték a bérüket. 2008 óta, 11. éve. Hármas. Jogszabályban biztosítsák a járulékmentes béren kívüli juttatások lehetőségét. A kafetériát. Négyes. A többlet munkáért járó ellenértéket minden esetben fizessék ki. Ez egyértelműen legyen szabályozott a munkatörvénykönyvében és egyéb ágazati, valamint jogállási törvényekben, rendeletekben. Erről azt kell tudnotok, hogy velünk kezdték pedagógusokkal. Mi hallottuk először azt, hogy nem probléma az, hogy megemeljük az óraszámokat, a lehetséges óraszámokat, úgyse fog emelkedni a munkateher, hiszen mindenkinek maradhat ugyanannyi. Nem kell ettől félni. Kérdezzék meg, hogy a pedagógusok most heti hány órában dolgoznak. Meg fogják mondani, hogy hány százalékkal emelkedett a munkatermük, legalább 50%-kal összességében. Kérdezzék meg a diákokat, hogy mennyit kell nekik tanulniuk iskolába lenni, hány órát kell nekik tanulással, azaz munkával foglalkozni, ahelyett, hogy gyerekek lehetnének. Hát ide jutottunk, azért, mert a törvény megengedi. Ötös. Legyen a minimálbérhez kötött diplomás bérminimum. Hatos. Követeljük a sztrájk törvény módosítását, a sztrájk jog gyakorolhatóságának biztosítását. Ehhez azt kell tudni, hogy van ez az úgynevezett még elégséges szolgáltatás. Nekünk nagy valószínűséggel majd jó pár ágazatban bíróságra kell menni ahhoz, hogy tényleg zárt ajtós sztrájkokat tudjuk tartani, de mi ezt végig fogjuk csinálni. Hetes. Korrekt érdekegyeztetés. Vegye komolyan a kormány a munkáltatókat, a szakszervezeteket és a velük folytatott tárgyalásokat. A pedagógusok illetményének számítási alapja ismét a mindenkori minimálbér legyen. 2015 óta nem emelték a bérünket. Állítsák vissza a közoktatási törvény szerinti óraszámokat. Csökkenjen a diákok és pedagógusok munkaterhelése, erről beszéltem is. Kezdődjön meg az előmeneteli rendszer módosításáról szóló szakmai vita. Állítsák vissza az intézmények gazdasági és szervezeti autonómiáját. És akkor itt vannak még azok, amelyek nem lehetnek sztrájkkövetelések, de valamennyiünknek fontos. Azért, hogy normális országban éljünk. Csatlakozzunk az Európai Ügyészséghez. Helyezzék hatályon kívül azt a bíróságról szóló törvényt, amelyben megszűnik a bíróságok egy részének önállósága. A közigazgatási bíróságról szóló törvényről beszélek. És hát mi természetesen anyák, nagyszülők azt szeretnénk, hogy legyen tanszabadság, legyen meg a tanulásszabadsága,
legyen normális egészségügy és szociális ellátás, éljünk egy normális Magyarországon. Köszönöm szépen! Most pedig Hetesi Judikót, a Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének Baranya megyei titkárát fogjátok hallani. Ők már múltkor is nagyon nagy létszámban itt voltak a tüntetésünkön. Kedves kollégák és egybegyűltek! Kedves kollégák és egybegyűltek! Örülök, hogy ennyien összegyűltünk, és vettétek a fáradtságot, megértettétek, hogy csak együtt, összefogva érhetjük el a céljainkat. Én, mondjátok utánam, hogyha egyetértetek ezzel, amit mondok. Hazánkban tisztességes bért akarok kapni! Hazánkban rabszolga nem akarok lenni! Hazánkban rólam, nélkülem ne döntsön senki! Hazámban nyugdíjnak alkotmányos jognak kell lenni. Állj ki magadért, állj ki a társaidért, állj ki a jövődért. Tíz éve nincs KJT bértábla, helyette potlékokkal szúrják ki a szemünket. Nem ülnek levelünk tárgyalni, pedig mi neveljük a jövő nemzedékét. Egy szociálisan érzékeny kormány így becsül meg bennünket? Szem előtt tarthatná a családok évében, hogy mi a kezünk alatt nevelkedik a jövő nemzedéke, ami nem kis felelősség. Meg vagyunk fizetve? A V4-ek országai közül a legvégén kullogunk. Csak a balkáni államok előzek meg bennünket. Lengyelek, szlovákok, még a románok is megelőznek bennünket. Hát jól van ez így? A csekély bérünk mellett még a kevés kafetériát is súlyosan megadóztatják ettől az évtől, ha egyáltalán kapunk. Létbiztonságot, kiszámítható, tervezhető jövőt, hogy a mi fiataljaink, gyerekeink itthon tudják megvalósítani önmagukat. Ne kényszerüljenek arra, hogy külföldre meneküljenek. Egy szakmunkás minimálbérből, amit idén január 1-től elértem, egy évvel a nyugdíj előtt. Jól van ez így? A szakmunkás minimálbérből fiataljaink nem tudnak jövőt építeni. A munkatörvény módosítása több pontban sérti az érdekeinket. Többek között a túlóra törvény módosítása minket is érintene, közvetve, hogy az általunk nevelt gyerekek még kevesebbet lesznek szüleikkel, kevesebb lesz az együtt töltött minőségi idő. Jól van ez így? A szakszervezetek érdekérvényesítését elgyengíti a kormány. Az új rendeleteivel lásd a gyülekezési törvény szigorítása, az érdekvédelem képviselet gyengítése, a tisztségviselők megfélemlítése. Emeljétek fel a fejeteket, véleményeteket bátran vállaljátok. Köszönöm figyelmeteket, tartsatok ki egymás mellett, mert egységben az erő. Köszönöm szépen! Azért vagyunk itt, mert nem akarjuk, hogy a pártok játszmáinak és választási kampányainak a bábfigurái legyünk. Kérdezzetek meg bennünket, hogy mit szeretnénk, meg fogjuk mondani. Együtt menni fog, de ne hagyjatok ki bennünket. És ne legyenek illúzióink, ez nem fog menni egyik napról a másikra. Meg kell tanulni kiállni az érdekeinkért, és megvédeni. Nem értünk hozzá. Hibázni is fogunk, de nekünk kell megtennünk. Össze kell fognunk és cselekednünk kell. Nekünk. Mi tudjuk, hogy mi a jó nekünk. Hát akkor tegyünk érte. És ennek a tüntetésnek vége lesz nem sokára. Úgy menjetek haza, hogy vigyétek haza ezt a tüzet. Vigyétek haza ezt a lelkesedést. Osszátok meg barátokkal, ismerősökkel,
mert minél többen merünk kiállni a jogainkért, annál inkább gyengül a hatalom. Hogy kiépítsék a birodalmukat. És ha te most félsz, akkor később rettegni fogsz. Állj ki magadért, állj ki a másikért. Egy egész országot csak nem tudnak tán kirúgni. Nagyanyám azt mondta, kislányom, helyetted senki se fogja megoldani a problémáidat. És azt tudjuk, hogy a nagyanyám bölcsessége örök. A ti problémáitokat se fogja senki megoldani. Hát fogjátok már meg, menjétek fel, és tegyetek rendet! Lépjetek be a szakszervezetekbe! És tudom, sokotokkal beszéltem. Nem mindenhol működnek a szakszervezetek, ahogy kell. Hát akkor kérjétek számon a szakszervezeti vezetőket. Mert le lehet őket váltani, és álljatok a helyükre, és ne kérdezzétek meg, hogy mi lesz, hogyha Orbán eltakarodik, mert itt van közöttünk, itt él velünk az a generáció, aki beáll a helyére. Csak segítsünk neki, törjük az utat előttünk. Ilyen jó eltartjuk őket, hogy kastélyokban lakhatnak, milliárdokat kerestek, és igazából nincs is semmilyen közük hozzájuk. Olyan emberek hoznak a túlóráról döntést, akik még életükben nem dolgoztak, vagy legalábbis munkára tervezhető munkát végeztek. Kormányfő azt mondta, hogy annak idén, hogy ha egész hónapban keményen dolgozott, akkor követelte a jussát a következő hónapban. De hát akkor kérdezzük meg tőle, innen Bécsről. Miért támogat egy olyan törvény, amiben benne van, hogy három év múlva rájön neki fizetni, vagy lecsúszhatni? Hát akkor ő mit követel, milyen jussát követel? Pontosan. Azt mondta a munkavállalók, küzdjenek meg azért, hogy ne három év múlva fizessék ki a túlórájukat. Hát akkor most közöljünk innen Pécsről vele, hogy mi a munkahelyre pénzt keresni járunk, nem küzdeni. Azért kell dolgozni, hogy eltartsuk a családunkat. És ezt 8 órában szeretnénk, heti 5 napban. És majd mi eldöntjük, hogy mikor és miért túlórázunk. Nem pedig fönt a parlamentben. Nem a kormány fogja eldönteni, hogy mi mennyit vegyünk egy hónapban. Mert szétnevettük a családokat ezzel. Megint kulcsos gyerekek lesznek. Ti hullafáradtan értek haza. Nem lesz időtök és energiátok foglalkozni azzal a generációval, akit föl akarunk nevelni. Hát mondjátok meg nekem, miért jó ez a kormánynak? Miért jó a kormánynak, hogy tönkre teszi a családokat? Kérdezzétek meg a kormányt is, Orbán Viktor, hogy miért teszi ezt velünk? Drága barátaim, pécsiek és munkavállalók, családapák és családanyák. Az országban az összes város, aki megmozdul. A világban, ahol a magyarok tüntetnek értünk, és velünk vannak. Köszönjük az országnak és a magyaroknak, hogy együtt vagyunk! Köszönjük a kormányfőnek szavakkal! 21-én történtekkel fogunk üzenni. Reméljük észre. Jövő hét hétfőtől, 21-től a Budai Várnál és a Cserkuti Állágazónál félpályás lezárások lesznek, óriási dugók várhatóak Pécsen. Lelassítjuk a város vérkeringését, mindenkit arra kérünk, aki nem tud élni az autókkal, az dudáljon és legyen toleráns. Értetek, csináljuk, értük, értetek, csináljuk, és menetek. Ezért kérem a szolidaritást, kérem a megértést, és adjatok erőt, hogy végig tudjuk csinálni ezt a küzdelmet. Mert nem fogjuk hagyni, hogy szétszakítják a családainkat, azért, mert dolgozunk 7 nappal a téve. Értsék meg a politikusaink,
nem ők, nem mi vagyunk értünk, hanem ők vannak értünk. Hajrá!